kölcsi. A növény a tölcs. Igen. Sziasztok! Legyen szép napotok! Szeretlek! Sziasztok! Képzeljétek, hogy ma nekiállok egy napi vlognak, és miután a gyerekeim elmondták iskolába, oviba, kiki a maga kis helyén, én pedig ilyenkor mindig egy fohásszal indítom a napot, elolvasom itt a mai igébe az aktuális igét, hogyha valamit szeretnék visszanézni, akkor azt kihúzom magamnak, hogy könnyebben megtaláljak egy-egy részt, illetve minden nap kinyitom a kis bibliámat és elolvasok egy-egy részt Isten igéjéből, és utána indítom a napot. Az a helyzet, hogy szerintem eléggé sűrű napom lesz. Fel kell hívnom a fülorgégészt, hogy visszamehetnék a héten kontrollra, mert még most nem dolgozom. Jövő héten tavaszi szünet lesz, úgyhogy elvileg én 7. évvel kezdek a bölcsödei munkámba. Nagyon izgatott vagyok, csajok, szóval teljesen más lesz úgymond az élet egy ilyen munka mellett, úgyhogy de annyira úgy érzem, hogy ez az én elhivatottságom, hogy ez való nekem, és tényleg erre terelget az Isten, és valamilyen szinten így tehetek egy szolgálatot. Na, úgyhogy a napjaimat most így ez ekköré forgott, mint a gondolatom, mint minden, de hogy erről ugye meséltem már nektek egy videóba, vagy ezt fogjátok látni, nem tudom, hogy melyik megy ki előbb, még kérdéses. Szóval a mai nap az mindenképpen arról fog szólni, hogy meg kell vágnom egy-két videót, amit eddig nem tettem, és ki kell pakolnom a mosogatógépet, szárítógépet, el kell pakolásznom, és hogyha bevenne a fülorgégész egy kontrollra, vagy tudjátok erre az alapvizsgálatra, mivel elfogyott az orrpolipra a gyógyszerem, mondta, hogy most menjek vissza, csak beteg volt a héten, úgyhogy nem tudtunk egyeztetni időpontot. Úgyhogy ilyen itthoni napom lesz elvileg, bár lehet, hogy bemegyek a városba. Kellene egy-két dolog, de nem olyan túl vészes. Szóval jön. Csináltam egy-két marhaságot mostanában. Képzeljétek el, hogy megjött az elszámolás. Nálunk úgy van, hogy nem annyit fizetsz a csekkeknél, amennyit abban a hónapban elfogyasztottál, hanem minden hónapban ugyanannyit fizetsz, és akkor év végén, vagy minden évben egyszer van egy elszámolás, amikor, hogyha többet fogyasztottál, akkor elfizetsz, hogyha pedig kevesebbet, akkor visszakapsz, és akkor ehhez mérten beállítják jövőre, hogy több lesz, vagy kevesebb. Szóval, hogyha ráfizetésed volt, akkor evidensen többet fogsz fizetni jövőre, hogyha meg visszakaptál, akkor kevesebbet, és képzeljétek el, hogy jött a papír, és hát rá volt írva, hogy preplatok, 52 villany elszámolásról beszélünk, és meg is emelték, szóval eddig fizettünk 42 eurót havonta villanyra, és megemelték 46-ra, és hát volt ott számlaszám, és hát én elutaltam a villanyosoknak, az 52 euró 70 cent volt a ráfizetésünk, és beállítottam, hogy innentől kezdve akkor ne 42-t, hanem 46-ot küldjenek neki, és tegnap meg jött ilyen piros csekk, nálunk ez a piros csekk azt jelenti, hogy visszakapsz. És vért a villanyosoktól, hogy
52-70-et visszakapok, és csak így néztem, hogy mégis miért? Hát most fizettem ki, és hát rá kellett jönni, bekopogtam a szomszédnénihez, mert ő postás, abban sem voltam biztos, hogy ez a piros csekk visszakapós. Mondom neki, szégyöntjük-e, megnézed nekem, hogy ez most miért kaptam én ezt, mert hogy nem értem. Szóval tudom, hogy ciki átvinni a szomszédba a csekkeket. Nekem nem ciki, én nem tartom szégyennek azt, hogyha valaki valamit nem tud, és akkor segítséget kér olyantól, aki meg tudja. És mondja, hogy hozd ide azokat a papírokat, és hát mondom, tényleg elutaltam, most minek küldik vissza? És írja, hogy hát igazából visszakaptatok, és te elutaltad még egyszer, pedig az a 52-70 az visszajár. És úgyhogy, ja, teljesen örültem neki, hogy akkor ezt úgymond nem kell kifizetni, hogy ez a többletfizetésünk. Úgyhogy a férjem ma bement a postára, kicsit összekavalkádoztam én ezt az egészet így ilyen szinten, hogy én tényleg még egyszer elutaltam, de hát nem baj. Nem baj, biztosan a villanyosoknál hülyének néznek, de én örülök neki, hogy végül is félreolvastam, és nem mínuszba leszünk, hanem pluszba. És hogy azért emelték meg 42-ről 46-ra, mert hogy drágább lesz a villany. Úgyhogy ennek jó, meg rossz. Na, nem magyarázok. Megyek, kipakolom a mosogatógépet, felöltözök, egy kicsit rendbe szedem magam, szerintem letusolok elsőnek. Na, csajok, én letusoltam. Felöltöztem, hát ez egy kicsit túlzás, mert hogy vettem fel egy rövid nacit, meg egy pólót, ilyen itthoni, ilyen, hát nem pizsisztet, mert nem szoktam ilyenekbe aludni. Kiszellőztettem nyitva az ablak, úgyhogy annyira kell ide be a friss levegő. Szóval kinyitogattam az ablakokat, hogy egy kicsit átjárja a friss levegő a lakásunkat, és egy kicsit később fogok szerintem magamra dobni egy pici sminket. Most nekiállok összepakolni így a lakás minden pontját, ilyen idézőjelben, mert hogy nem csináltam meg még a gyerekeknek az ágyat, a mi ágyunkat se csináltam meg, ki kell pakolnom a mosogatógépet, úgyhogy ez fog most történni. Részével meg vagyok, és hát mindig behozom a laptopot, hogy a házi munka is egy kicsit kellemesen teljen, meg a reggelizéssel is meg vagyok. Megnéztem közben Jucusnak a legújabb videóját, meg Viviét is, és ez így tök jól indult. A szárítóból kiszedtem a ruhákat, külön tettem, amit vasalni fogok, illetve amit nem vasalok, azok már bekerültek a szekrénybe. Nagyjából megcsináltam mindent, és a fülhorgégész még mindig nem veszi fel a telefon, úgyhogy
A következő lépés az az, hogy nekiállok videót vágni, mert azzal igencsak jócskán elmaradtam. Feltöltöttem már úgymond ilyen időzített beállításra egy jó pár videót, viszont egy jó pár még meg sincs vágva, illetve még van egy, amit beszeretnék nektek fejezni. Úgyhogy ilyen elfoglaltságaim lesznek a délelőtt során. Aztán főznöm ma nem kell, tegnap paprikás krumplit csináltam, és abból még maradt, illetve össze kellene írnom, hogy úgy nagyjából miket fogok főzni. Úgyhogy ilyen dolgok, csajok! Hú, de álmos a fejem, csak most már 10:30 van, és kijött még egy adag mosás a mosógépből, és megvágtam a videót, és töltöm fel, megpróbálok saját magamnak egy kicsit előre dolgozni, méghozzá azért, mert tudom, hogy a következő időkben még belesztokok az új munkámba, addig valószínűleg nem lesz időm videókat készíteni, úgyhogy most megpróbálom úgymond az egész lemaradásomat, vagy azt, amit tudok így előre megcsinálni, amilyen videókat még nem vágtam össze, azokat összevágni, és iszok egy jó kis kávét, mert annyira, nemhogy elfáradtam, hanem álmos vagyok, elálmosodtam. És olyan kis szomorkás az idő is, és az a helyzet, hogy gondolkozok rajta, hogy még el kellene, hogy futsak a Lidlbe, mert tejecske elég kevés van. Tegnap voltunk a Tesco-ba, de nem szeretem a Tesco-s tejet, és gyümölcs részlegünk, mint látjátok itt, elég kevés, bár szanaszét van, de visz minden nap a gyerkőc is az iskolába, és kellene még, illetve még ami olyan, az csajok azt, hogy kellene egy-két kardigánt vennem, amit el tudok vinni a munkahelyemre. Ezeket a hosszított kardigánokat, illetve a legényeim is nagyon-nagyon megcsappantak, úgyhogy valamikor terve van az, hogy egy-két olyan ruhát kell vennem, hiszen most már ezért teljesen más lesz, hogy úgy dolgozok, hogy azért egyenpólónk lesz a bölcsödében, vagy van, meg papucs, viszont azért kell egy kardigán, meg kell ez az amaz, amit nem ártana beszereznem. De nem tudom, hogy ennek ma lesz-e a napja. Na csajok, most már tettem magamra egy kicsi sminket, tényleg csak lájtosan. Mennyi az idő? 11 óra 8 perc van, úgyhogy szerintem elfutunk a Lidlbe. Egy másik videónak a végét fejeztem be, mert hogy egyik felét elkezdtem tegnap, és szerettem volna fejleményeket így ma befejezni, úgyhogy azt felvettem gyorsan. Feltöltődött a videó, amit megvágtam, és aztán elmegyünk a Lidlbe, megnézzük, mi a kínálat. Aztán jövünk haza, veszünk tejecskét, az biztos, meg gyümölcsöt, zöldséget, mert az nincs itthon, illetve szerintem valami virslit, vagy valami ilyesmit, amit így vacsira jó lesz. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now, till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Csajok, annyira hatalmas a szél, hogy ez csak na, fényes lett a szemem. Kint álltam egy 10 percet, beszélgettem itt a lépcsőházban, van egy takarítónő, aki a lépcsőházat takarítja. És vele beszélgettem egy kicsit itt kint, és annyira fúj a szél napok óta, és nem tudunk kimenni a játszótérre, mert mostanában sosincs olyan jó idő, mint ahogy kellene. Hoztam a kis szütyőmet, hoztam egy-kettő olyan táskát, amiben ugye lehet gyümölcsöket, meg zöldségeket tenni, szia! Ja.
Na lányok, fiúk, időközben hazaértem a Lidlből, meg a Kauflandból, mert hogy még oda befutottam, és most kipakolok, és közben megmutatom, hogy miket vettem, és aztán lezárom ezt a vlogot. Szóval miért mentem be a Kauflandba? Kettő dolog kellett. A fiam mondta, hogy ő bábokkát szeretne vinni a farsangra, ami azt jelenti, hogy ezek a kuglófok, és tudom, hogy ezt a fajta kuglófot szereti, úgyhogy a farsangjukra viszünk két ilyen csomag kuglófot. Ezek 1,59 € kerülnek. Tényleg nagyon finom. Mondanám, hogy nem olcsó, de szerintem mostanában semmi nem olcsó. Aztán hoztam egy jó nagy adag gombát. Itt látjátok, és ez a nagy adag, ez 3,54 € volt. Szeretnék csinálni egy kis gombalevest, illetve én nagyon szeretem a tojásokhoz, reggelire, vacsira, egy kis hagymával megsütve a gombát, istenül szerintem. Na, és a Kauflandban igazából ezt a két dolgot vettem, aztán átmentem a Lidlbe, természetesen hoztam haza egy újságot, mert hogy Lidl-s újság nélkül egyszerűen nem lehet kijönni a Lidlből. Na, mennyit fizettem ott? 26,70 €, és akkor meg is mutatom, hogy mi az, amit vettem. Tejföl, kettő tejfölt hoztam. Mert mikor megláttam a brinzát, ami juhtúró, akkor arra gondoltam, hogy fogok csinálni ilyen juhtúrós nokedlit szalonnával. Valamelyik nap nagyon megkívántam, amikor így rápillantottam, addig eszembe se jutott. Aztán hoztam egy karfiolt, mondtam, hogy a zöldség részlegünk nagyon-nagyon ki van fogyva, meg a gyümölcs is. Hát gyümölcsből talán csak mandarint hoztam, mert ezek a mandarinok azok, amiket bele tudok tenni a gyereknek az uzsonnás táskájába, és ott ki tud bontani úgy, hogy ez tényleg jó, meg még banán, de a nagyfiam jobban szereti a mandarint. Aztán Kinder Csoki utánzat, ez 59 € volt, szóval sokkal olcsóbb, mint a Kinder Csoki, és szeretik a gyerekeim. A megúlhatatlan kettő darab zsemle a holnapi 10 óraihoz. Sajt, ha megyek Lidlbe, akkor egyszerűen enélkül, sajt nélkül se jövök ki, szerintem szinte soha. Nagyon finom ez a füstölt sajt. Aztán a gombaleveshez vettem 3 darab répát. És volt most ez a kirántott vagy beplanírozott zöldség mix, ebbe brokkoli van, karfiol és répa, kirántva, vagy nem kirántva, hanem befanírozva, és ez csak sütőben is iszonyatosan finom, ha csak beteszem a sütőbe, meg ha olajba kisütöm, akkor is, úgyhogy 2 € valamennyi, nagyon, ezt ha még nem kóstoltátok, akkor ezt én nagyon ajánlom, hogy kóstoljátok meg. 3 darab tejecskét hoztam. Voltak akcióban is tejek, de az a helyzet, hogy nagyon hártlis vagyok a tejtermékekre, meg a szalámikra, hogy tejet, meg szalámit, azt nem szoktam hozni soha akció sem, míg mondjuk kenyeret, meg ilyeneket igen, mert a kenyeret megcsinálom bundás kenyérnek, vagy meleg szendvicsnek, és arra tök jó. Na, ez viszont hányadikáig jó? 3-ig, március 3. Szerintem mire ti ezt a videót látjátok, már régen március 3-on túl leszünk, de ma hányadika van? Ma február 23-ban. Na, aztán filézett csirkecomb. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretjük a filézett csirkecombot. Akár megsütni sütőbe, szoktam hozzátenni narancsot vagy citromkarikákat, akár megkirántani, akár pörköltnek. Én magam is nagyon szeretek belőle készíteni bármit, mert sokkal gyorsabban kész van, mint mondjuk egy disznó vagy egy marhahús, és nekünk ez nagyon bejött. Mellett mondjuk rá, a csirke mellett nem szeretjük. Szóval szinte mindent, én a giroszt is ilyen combból csinálom. Úgyhogy ebből vettem 2, ez most akciós volt. Múltkor kimondottan ezt kerestem, ezért mentünk a Lidlbe, és olyan drága volt nem akcióba, hogy nem vettem. Na, aztán jött haza a 3 ilyen nagy paprika. Ezek nagyon jó C-vitaminnal dús, C-vitamin van benne nagyon sok, és szerették a gyerekeim nagyon.
illetve jött haza egy kenyér, ebből viszont megvettem a leárazottat, ez 69 cent volt, és akkor itt van az én áldozatom, ez a brinza, ez juhtúró, és ebből lesz bizony az én juhtúrós nokedlim szalonnával és kaporral, nem ma, de valamelyik nap biztosan, sőt még lehet, hogy ma vacsira is, attól függ, hogy milyen kedvem lesz. Ez lett volna az én kis mini bevásárlásom, így a nap közepén. Lezárom ezt a vlogot, csajok, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb vlog, még biztos, hogy jövő héten itthon vagyok, és akkor még biztosan készül egy-két vlog. Jövő héten tavaszi szünet, és a nagyfiam lesz itthon. Én még dolgozok, úgy ahogy, de a régi munkahelyemen, meg a videókkal, szóval csak utána héten kezdek a bölcsibe, ha minden jól megy, ha Isten is úgy akarja, úgyhogy szerintem még jövő héten készítek egy-két ilyen vlogot, aztán szerintem a vlogos tartalmak egy kicsit lejjebb adnak, és köszönöm, hogyha ezt megértitek. Viszont ennél több beszélgetős videó lesz szerintem a csatornám. Legyen szép napotok, ha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, és tetszett ez a tartalom, akkor tegyétek meg. Legyen szép napotok, sziasztok!